Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámhír október 20-ára. Ha megtekintjük ezt a képet, akkor látható itt az előtérben egy vitorlás hajó, és a háttérben szintén van egy vitorlás hajó. Ez a nagyobb hajó az előtérben bennünket, hölgyeket szimbolizál. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, lesz valami, ami lelkesít bennünket. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket, és Vénusz bolygó közeledik a naphoz. Itt megvilágít valamit, tehát tisztán látjuk a dolgokat. Azt is jelentheti, hogy valamit szeretnénk valakivel tisztázni. A vitorlás hajó a háttérben a férfiakra utal. Ők kicsit lassabban alakítják a dolgokat, sőt, azt is mondhatnám, hogy vannak még korlátozások, hiszen nem tudják hogyan tovább, milyen irányba, még nincsenek konkrét döntések. De lesznek beszélgetések, hiszen Mars bolygó a levegő elemében van, az indiai számítás szerint az ikrek jegyében, és Vénusz bolygó szintén a levegő elemében van, az indiai számítás szerint a mérleg jegyében. És a levegő eleme harmonizál egymással, és szimbolizálja a kommunikációt, tehát lesznek beszélgetések. De mi hölgyek indítunk, hiszen mi gyorsabban megyünk előre. És mint mondtam, a Mars bolygónál, illetve a férfiaknál még vannak korlátozások, hiszen Mars bolygó a határon van a bika jegye és az ikrek jegye között. Ők még úgy visszatekintenek a múltra, lehet, hogy még rendezni kell náluk az anyagiakat, vagy vannak munkahelyi problémák. De azért mégis megvan a kapcsolat, lesznek beszélgetések. Sőt, a hold mozgása jól hat ki a férfiakra is, és ránk hölgyekre is, hiszen az indiai számítás szerint a hold az oroszlán jegyében van, tehát a tűz elemében. És a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással, tehát van egy jó hold hatás mindkettőnkre, ránk hölgyekre és erre a férfira is. Azon kívül Regulus csillag hatása alatt állunk. És Regulus csillag az egy királyi csillag, sőt korábban úgy szokták mondani, hogy Regulus az az uralkodóknak a csillaga. Segít abban, hogy uralkodjunk a helyzet felett. Regulus csillag, azaz oroszlánnak a szíve, tehát megérinti a szívünket. Itt szerelemről vagy szeretetről van szó. Mindarról, amit kedvelünk. És most mutatok egy másik képet. Itt, ezen a képen az Ajurvéda tabella látható, a dósász. Ezek ilyen energiamezők. Ajurvéda lefordítva az életnek a tudását, a bölcsességét jelenti. Itt van három energia mező. És ha én megtekintem a napi horoszkópot Szaturnusz bolygóig, mert ezek a személyes bolygók, akkor azt tudom közölni, hogy a hold az a tűz elemében van, és ez pita energia. Ott középen látható. Ez a pita, ez segít abban, hogy legyenek megújulások, megvan a transformáció, a változások. Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó a Föld elemében van, és Jupiter bolygó az a víz elemében van. A Föld eleme és a víz eleme az a kafa energia. Itt kell a biztonság érzete. Vagy azt is jelentheti, hogy szeretnél valamit kialakítani. És
Mars bolygó, Vénusz bolygó és a nap a levegő elemében van, a vata energiában, ami kihat a párkapcsolatra, hiszen itt a levegő elemében van Mars és Vénusz, a nőies és a férfias energia, tehát vata energia, és ez a mozgás. A vata előre viszi a dolgokat. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, de mi hölgyek irányítjuk mindezt, hiszen nálunk ott van a közelben a nap, ami megvilágít valamit. Tehát jól látjuk a dolgokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!